Csütörtökön is ünnepi nyitvatartás van érvényben országszerte. A két napos ünnep miatt az egészségházak és a gyógyszertárak ügyeletet tartanak Szabadkán és környékén. Bajmokon, Csantavéren, Palicson és Szabadkán a harcosok sorakozóján lévő gyógyszertár 8-tól 13 óráig, a zsinagóga melletti 8-tól 12 óráig tart ügyeletet. A posták közül a Szegedi úti, a Megaródigyban található 8-tól 20-30-ig, a Bajai úti Univerexportban 8-tól 15-30-ig, míg a szerb soron lévő 8 órától 14-30-ig tart nyitva. Szabadka területén nem kell fizetni a parkolásért. A Subotica Trans utasszállító közvállalat buszai a vasárnapi menetrend szerint közlekednek. Magyar Kanizsán a községi közigazgatási hivatal, a posta és a rendőrség ügyfélszolgálata csütörtökön sem dolgozik. Az egészségházban a mentőszolgálat fogadja a sürgős eseteket. Az állami gyógyszertár vasárnapi ügyelet szerint lesz nyitva. A topolyai egészségház nem fogadja a pácienseket, a mentőszolgálat azonban megerősített ügyeletet tart. A szülőotthon szolgálata nem változik. A posta és a bankok zárva tartanak, a gyógyszertárak rendes munkaidőben dolgoznak. Zentán nem dolgoznak az állami intézmények, valamint a posták és a bankok sem. Az ügyeletes orvos a zentai egészségházban várja a betegeket. Az Óbecsei egészségház ügyeletet tart, a Péterrévei, Bácsföldvári, Csikéria pusztai, Dreai és Újfalusi rendelők az ünnepnapokon 7 és 10 óra között a hétvégi munkarendszerint fogadnak pácienseket. Az önkormányzat hivatala és a posta nem dolgozik. Nagybecskereken a főposta zárva tart, az Univerexport épületében lévő kis posta nyitva lesz. A parkolásért nem kell fizetni. Az elsősegély szolgálat 24 órás ügyeletet tart, akár csak a városi kórház sürgőségi osztálya. A központi teljes, a többi állami gyógyszertár rövidített munkaidővel dolgozik.